estét kívánok mindenkinek! Megérkezett, aki megérkezett. Most is gondolom hozott titeket, aki hozott, de én nagyon örülök, hogy mindenki ideért. Vannak itt azért fekete övesek is már bőven, hiszen december 1-e óta nyomjuk. Igaz, hogy itt a Kossuth Klubban még csak másodszor, na de most aztán rákapcsolunk, és akkor innentől ugye 2 hetente péntek este. Hát rajtunk nem fog múlni, de ahogy elnézem a repertoárt tavaszra, aki veszi a fáradtságot és eljön, na meg az is, aki utólag majd megnézi, hát nem fog unatkozni, mert egyik előadás és beszélgetés izgalmasabb lesz, mint a másik. Ez igaz a mai napra is. Viszont az volt a benyomásom, hogy azért vannak itt olyanok, akik talán először járnak itt, úgyhogy az ő kedvükért is, meg a többieknek is egy kis ismétlés, hogy miről is szól ez a Kossuth Klub. A múltkor azt hiszem Kata hatására megtanultam a helyes sorrendet, úgyhogy ha a mosdót keresi valaki, akkor itt van egy ilyen kis márvány csigalépcső, ott kell feltekeredni az emeletre, és a bárpulttal sréjen szemben van a mosdó. Illetve, hát ígéretem van erre, reméljük meg is valósul, hogy miután itt a kötetlen részébe csapunk bele, akkor a ruhatárban lesz könyves ponyva, illetve hát aki szeretné, az elvileg meg is tudja majd vásárolni a Mély Alkalmazkodás című könyvet magyar nyelven. Majd azért kíváncsi ennéken visszajelzésekre is azoktól, akik olvasták, függetlenül attól, hogy nem én írtam, ez azért jó kis takaró. Azt elmondom, hogy gőzerővel munkálkodom a második köteten, és hát nem, ha minden jól megy, mert ennek meg kell lennie, de ha egyébként minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, akkor továbbra is úgy néz ki, hogy április 19-én és 20-án hát nem csak vendégül láthatjuk Bendel atyát, de ennél talán sokkal izgalmasabb kalandok várnak ránk. Egyelőre még nem szeretnék többet mondani, de az biztos, hogy egy nagyon kellemes kis kétnapos Muri elébe nézünk. Nemzetközi elegyedés lesz, ha minden igaz, úgyhogy ismerkedhetünk majd nemzetközi deep adaptation-os arcokkal is szerte Európából. Hát ami a mai előadót illeti, én csak bízhatom abban, hogy aki csak tehette, elolvasta a D.A. addiktológiai szemmel című kis szösszeneteket, amit Zsolt elkövetett egy jó idővel ezelőtt az oldalon. Én újra elolvastam, és hát mindig ebből kájulva. Hát az emberi írói vénával van megáldva, könyve is van neki egyébként, de majd reklámozza ő helyettem. Aki azt olvasta, azokat az írásokat, láthatta, hogy egy nem csak hogy nagyon összetett témáról van szó, de egy egészen érdekes megközelítésről. Ugye Zsolt szenvedélybetegekkel foglalkozik, és mint addiktológus, na meg mint ember került kapcsolatba a mély alkalmazkodással. És emlékszem, hogy már egy pár évvel ezelőtti beszélgetésünkön is felmerült ez, hogy milyen nagy hatással volt rá, hogy megtalálta, vagy ráérzett a párhuzamra a két dolog között. A szenvedélybeteg ember és a függő civilizáció között, ami hát természetesen csak azért létezik, mert mi azzá tesszük. Úgyhogy egy egészen érdekes megközelítésből láthatjuk ezt az összefüggést, és én bízom benne, hogy mindenki, aki itt van, meg az, aki majd utólag ezt megnézi, hall belőle olyat, amit tud magára, illetve az életére vonatkoztatni, hazavinni, megszívlelni, mert akkor már nem jöttünk itt össze hiába. Úgyhogy én biztos, hogy nagyon izgatottan várom ezt az előadást, és utána, ahogy a múltkor is csináltuk, átmegyünk majd egy kérdezfelelekbe, úgyhogy ne fogjátok majd vissza magatokat, hagyd legyen ez kerek. Nagyon szépen köszönöm a türelmeteket, és akkor halljunk téged, Zsolt, izgatottan. Köszönöm szépen, Balázs. Jó estét kívánok mindenkinek. Én állva tudok beszélni, úgyhogy ha megengeditek, akkor állni fogok, és itt séróból letegeztem a csapatot. Én úgy látom, hogy a
felső decimálisba vagyok kor szempontjából, úgyhogy ha megengeditek, akkor megajánlanék egy tegeződést az est hátralévő részére. Nagyon köszönöm a meghívást erre az alkalomra, és nagyon köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmetekkel és a jelenlétetekkel. Én azért fogadtam el ezt a meghívást, amire Balázs már röviden utalta bevezetőben, és ennek kapcsán felolvasnék pár sort az imént említett könyvből, a Mi alkalmazkodás című könyvből, ha sikerül. A 7. fejezetből egy rövid rész, aminek az alcíme az, hogy értő figyelem, angolul deep listening. Ezek a kiscsoportos összejövetelek olyan teret biztosítanak, ahol a résztvevők őszintén és nyíltan megoszthatják egymással az érzéseiket és tapasztalataikat, ahogy a kibontakozó éghajlati tragédia következményeivel küzdenek. Lényeges, hogy ezek az események nem párbeszédes jellegűek. A 4-6 fős kiscsoportokban mindenki azonos időt kap a gondolatai, érzései megosztására, miközben a többiek hozzászólás és ítélkezés nélkül hallgatják végig. És amikor elolvastam ezt a pár sort, akkor belém nyilalt, hogy hát ez nagyjából tökéletesen ugyanaz, mint amit az anonim alkoholisták csinálnak 1935 óta. Tehát a párhuzam az több, mint bizonyított Bendel könyve alapján. És hát miután én bizonyos személyes okok miatt résztvevő megfigyelőként lassan 23 éve tanulmányozom ezt a közösséget, ezért úgy gondoltam, hogy elhozom nektek azokat a párhuzamokat, amik segíthetnek az átjárásban, illetve abban, hogy meglássuk azt, hogy mennyire közös a gyökere az emberi létezésünknek, és hogy mennyire egy irányba mutatnak azok a megoldási kísérletek, amiket akár a szenvedélybetegség, akár a mély alkalmazkodás, a bepusztulási lejtőn, önfelszámoló üzemmódban lévő civilizáción kapcsán megpróbálunk megtalálni. A bevezetésképpen én hoztam egy nagyon rövid kis videót, ezt most lejátszanám nektek, remélem, hogy sikerül. Lehet, hogy nem fog. Sajnálnám, mert ezért töltötte le a fiam. Biztos ismeritek. A hangja sajnos nincsen most, vagy legalábbis nem tudom reprodukálni. Ez az Annie Hall című filmből egy rövid jelenet, amikor, talán többen láttátok, amikor elviszi a pszichológushoz az édesanyja a kis Elvit, és mondja, hogy nem hajlandó házi feladatot írni, és nem hajlandó semmit csinálni, mert azt olvasta, hogy tágul a világegyetem. És akkor azt mondja a srác, hogy most már semmi értelme az egésznek, mire a mama azt mondja, hogy ha jól tudom, te itt laksz Brooklynban, és Brooklyn nem tágul, mi közöd neked ehhez az egészhez. És a fiam, aki most itt ül velünk a körünkben, annak idején, amikor én elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, sőt már korábban sokszor azt mondta nekem, hogy na, akkor megint kezded ezt a Brooklyn tágul című dolgot nyomatni, és hogy ez egy ilyen szállóigévé vált közöttünk. És azt gondoltam, hogy valahogy ez jellemzi azt a helyzetet, hogy mibe vagyunk, hogy Brooklyn ugyan tágul, de hát mi közünk nekünk ehhez. Én körülbelül 2017 táján kezdtem el foglalkozni ezzel a kérdéssel, amikor a bölcsész doktori értekezésemet írtam, és annak az utolsó fejezete már egy kicsit ebbe az irányba mutatott. A függő társadalom hipotézisét próbáltam meg fölvázolni, azt, hogy hát megítélésem szerint nagyon-nagyon hasonló működésmódban vannak ezek az úgynevezett posztmodern, vagy fogyasztói, vagy élménytársadalmak, mint személyes szinten a függők. És hát ennek a mondjuk így kifejtésére vagy bizonyítására próbálok most kísérletet tenni az előttünk álló szűk órában.
Az első dia az, hát Hamvas Bélától van egy idézet, akit én nagyon szeretek, és nekem nagyon sokat segített az elmúlt 20 évben. Neki volt egy ilyen alapmondása, hogy a pázban mindenki benne van. Tehát, hogy mindannyiunk Brooklynja tágul, és hogy erről lehet nem tudomást venni, erről hosszan lesz majd szó a tagadás különböző formáiról, de ettől még van, és valamilyen módon előbb-utóbb megítélésem szerint utol fog érni bennünket. Nagyjából pontosan 2 héttel ezelőtt ilyenkor a madridi Prádóban őgyelektem, és a németalföldi részlegben azt láttam, hogy hatalmas tömeg áll ezelőtt a kép előtt, hogy ez a Deep Adaptation magyarországi csoportjának a bannerén szerepel, ez Bosnak a Gyönyörök kertje című képe. Nem nagyon lehetett még kézitusával se a közelébe férkőzni, legalább 20 percet vártam, amíg a hónok alatt bekúszva meg tudtam nézni a képet. És aztán átmentem egy teremmel odébb, és megnéztem Bruegelnek a Haláldiadala című képét, ahol 3-an álltunk összesen. Szóval, hogy szeretjük a gyönyöröket, de nem nagyon akarunk a halállal foglalkozni, nem akarunk az elmúlással szembenézni. Ez amúgy is egy tabu téma ebben a kultúrában. Nem illik róla beszélni, nem komilfó, szalonképtelen az, aki a halálról beszél. Pláne arról, hogy mi is meghalunk. Ugye az alapmondás, amit Marcel Duchamp mondta, hogy Duchamp francia művész mondta, hogy egyébként mindig mások halnak meg. Ugye ezzel a hipotézissel éljük az életünket. Ezt íratta a sírkövére is, ugye egy nagyon jó humorú ember volt. A 20. század egyik legnagyobb művészéről van szó, nem nagyon ismert itthon. Én boldog emlékezetű Beke László művészettörténésztől tanultam az ő munkásságáról. És hát Duchamp ezzel a fanyar iróniával jelezte azt, hogy de bizony mindannyian mulandóak vagyunk. Én 64 éves vagyok, és egyre inkább tapasztalom azt, hogy szembe kell nézni a saját elmúlásommal is. Tehát valószínűleg ez az érdeklődés, ami a Deep Adaptation irányába vitt, az nem független a saját személyes életemnek az ívétől és a mostani korszakától. Valahogy szinkronban érzem a személyes életemet és sorsomat, ami történik a világban. És ennek a mentén érzem azt, hogy talán szabad egy-két szót erről is beszélni. A másik idézet az Tom Stoppardtól van. Őt is nagyon kedvelem, ő egy cseh származású, Angliában élő drámaíró, talán a Rosencrantz és Guildenstern halott című filmet és darabot ismeritek tőle. Ő azt írta, hogy az élet az egy játék szörnyű esélyekkel, és a fogadásra ne senki nem menne bele. És azt gondolom, hogy ezzel mindannyian így vagyunk, de ha már itt vagyunk, ha már ezen a világon létezünk, és lehetőséget kaptunk arra, hogy értelmes, emberhez méltó módon éljük az életünket, mert azt gondolom, hogy az a generáció, aminek én a tagja vagyok, az megkapta ezt a lehetőséget. Én egy olyan nemzedékben nőttem föl, 60-ban születtem, amelyik nem látott háborút, nem látott komolyabb nélkülözést, nem látott éhínséget, nem látott egészen 2020-ig járványt, komoly járványt, és nagyjából ami körülvet bennünket, ennek ugye azért egy jelentős része a Kádár korszakban telt, egy másik része nevezzük most így piacgazdaságban, az arról szólt, hogy a mindennapi létezés keretei azok bizonyosak voltak. Azok adottak voltak, sőt, bizonyos fokú jólét is jellemezte ezt, a javak bősége, a szolgáltatások tömege, az utazási lehetőségek és sok minden egyéb. Tehát mi nem tapasztaltuk meg azt, amit évszázadokon keresztül nagyon sok generáció átélt ebben az országban. A háborút, a veszteséget, az államosítást és sok minden egyebet. Tehát gyakorlatilag egy szélcsendes időszakban éltem és élem az életemet, és ilyen szempontból azt hiszem, hogy ez a fajta
körülmény, ez ugyanúgy, mint nagyon sokakat a nyugati civilizációban, valószínűleg engem is elkényelmesített. Én is sokáig azt gondoltam, hogy az, ami most van, az egyszer és mindenkorra adott lesz. És aztán valahogy kellő időben megérkeztek azok az impulzusok, amik arról szóltak, hogy ez nem lesz így. És ennek a, mondjuk így a végeredménye, vagy a végső kifutása az, amiről most beszélni szeretnék, hogy a saját munkám, vagy nem szívesen mondom szakmám, elkezdett átlógni abba a dologba, amit úgy hívnak, hogy mély alkalmazkodás. És most arról szeretnék beszélni, hogy a munkám során tapasztaltak, azok hogyan rímelnek, vagy hogyan vannak párhuzamban, vagy hogyan vannak szinkronban a mély alkalmazkodás elveivel és gyakorlatával. A tapasztalataim nagy részét három helyen szereztem, ezek úgynevezett 12 lépéses önsegítő csoportok, a harmadik az pedig a rehabilitációs intézmény Komlón. 16 évig voltam itt külső munkatárs, és hát nagy idős drog- és alkoholfüggőkkel, a nagy időt úgy kell érteni, hogy 8-10-12 hónapot töltenek itt bent lakással a függők, velük dolgoztam csoportformában. Ők tartották napra készen a tudásomat a szakmába, és tőlük, velük, valamint a két önsegítő csoportban tanultam meg azokat az elveket, amikről ma beszélni szeretnék. Reméljük, hogy ezek nem csak elvek, hanem gyakorlatok is, tehát amikor arról beszélek, hogy a függők így, meg a függők úgy, akkor az itt szerzett tapasztalatok alapján beszélek. Az első, ami legfontosabb talán, és jó, ha elhangzik, hogy egyedül nem megy. Tehát nem lehet tapasztalataim szerint a függőségből egyedül kilábalni, vagy legalábbis én nem nagyon láttam olyan embert, aki felépült volna az alkoholbetegségből, valódi jóféle felépülést járna, ennek az útját járná, úgyhogy egyedül önmagától kajakra, izomból kihozanodott. A felépülés az egy közösségi mutatvány, egy közösségi folyamat, és ez a Deep Adaptationre is ugyanígy igaz. Egyedül nagyon nehéz szembenézni azzal, hogy nagy baj lesz, hogy a katasztrófa, az összeomlás és a kihalás, ahogy Bendel beszél róluk, az bizony lehetséges, valószínű, és ahogy majd egy dia mutatja, meglehetősen közel van. Ha már szóba került Jem Bendelnek a könyve, az ötödik fejezet az végig arról a kultúráról szól, amit ő escape ideológiának nevez, az ugye a menekülés szónak a betű szava angolból, aminek az első eleme az entitlement, az a feljogosítottság. A második eleme az a surety, vagy surety, az a bizonyosság önmagamban is a hittételeimben. A harmadik az a control, az ellenőrzés, az irányítás vágya, igénye és gyakorlata. A negyedik az az autonómia, tehát az önállóság, az a tény, hogy én egyedül saját akaratból, szabad akaratból élem az életemet. Az ötödik pedig a progress, a haladás, ami azt gondolom, hogy szintén a modernitás egyik nagy mítosza, ugye a modernitás néhány alapmítoszon nyugszik az utolsó 300 év, és ezek közül az egyik ez a haladás, vagy a fejlődés, vagy a növekedés mítosza, ezek nem szinonimák egyébként teljes mértékben, mert nem minden növekedés haladás. A rák is növekszik, de azt nem nevezzük haladásnak, azt betegségnek nevezzük. És nagyon gyakran találkoztam azzal a metaforával, hogy a modern vagy posztmodern társadalmaknak ezt a fajta kóros növekedés igényét a rákhoz hasonlították, a daganatos betegségekhez. Na most ez az ideológia, ez a progress kivételével teljesen egybeesik a függők személyes ideológiájával. Minden függő a feljogosítottság érzésével éli az életét és a használatát, bizonyosabban, hogy teljesen rendben van, amit csinál, lehetőség szerint igyekszik ellenőrizni a környezetét, önmagát, és szabályozni a közérzetét kémiai eszközökkel, vagy viselkedésekkel. Meg van győződve arról, hogy a saját életének maga az ura. És ez a meggyőződés,
ellátja azzal az érzéssel, ami az utolsó az eszkép ideológiában, a kivételesség, a kivételezettség érzése. Az, hogy nekem mindent lehet, nekem mindent szabad, többet, mint a többieknek. És ez az ideológia, Bendel szerint, az a kultúránk mélyén megbúvó, fundamentális, pusztító szemléletmód, ami miatt ott tartunk, ahol tartunk. Bendelt azért piszkálják egyébként megítélésem szerint, mert nem részkritikát fogalmaz meg, tehát nem az éghajlatváltozás különböző aspektusairól beszél, hanem a legfájóbb pontra tapint rá, hogy egy olyan kulturális, ideológiai bázison áll a posztmodern, illetve az egész modern civilizáció, amiben borítékolva és kódolva van az önfelszámolás. És ez az ideológia, ez az eszkép ideológiája. Ezért nincs menekvés ebből a helyzetből, tehát ezért tudom elfogadni azt, amit a Dihé mond, mert azt gondolom, hogy ebben az esetben szükségszerűnek tűnik az, ugyanúgy, mint a függőségek esetében, hogy valaki, vagy valami, tehát egy egyén vagy egy társadalom, eléri a saját mélypontját, koppanjon, és utána tud adott esetben tovább lépni, vagy felépülni, vagy kijózanodni, és valószínűleg ezek a koppanások lesznek majd azok, amik nekünk is segítenek abban, hogy belássuk és beismerjük, hogy ez az út, ez folytathatatlan. Baromi nehéz ezzel szembesülni. Korombeli ismerősöm meséli, hogy 20 éves lányai hisztériás rohamot kaptak, amikor kimaradt a repülőjáratuk. Mert úgy gondolták, hogy hát mi az, hogy törölték a járatot? Hát ennek működnie kell. Hát a világ olyan, hogy nekem járatom van, és én repülök. Na most egyre több repülőjárat fog kimaradni valószínűleg, és ez megint egy metafora. Egyre több apró hiány, apró diszkomfort, vagy nem is olyan apró diszkomfort vár ránk a közeli években, és azt gondolom, hogy jobb, ha ezzel megbarátkozunk. Én nagyon tisztelem Martin Heideggert, aki szerintem a 20. század egyik legnagyobb gondolkodója volt, és ő azt mondta, hogy az ember nem a létezők ura, hanem a létpásztora. Az a gond, hogy nem vagyunk jó pásztorai a létezésnek. Úgy tűnik, hogy a létfeledés, ami ellepet bennünket, ugye escape, menekülés, mindenféle önmegnyugtató technikákba, az azt jelenti, hogy megfeledkeztünk a létgondozásáról, létezésünk alapjainak gondozásáról, egyetlen kultúra sem maradhat föl, amelyik a saját létalapjait nem gondozza, és annak kirablóivá váltunk. Ugye mellékesen úgy balkézről, ahogy Nietzsche mondja, megöltük Istent is. Tehát nincs külső referenciapont, nincs külső hivatkozás, nincs külső tekintély, magunkra maradtunk az univerzumban. Magunkat, embereket állítottuk a létezés középpontjába. Úgy gondoljuk, hogy az egyetlen mérték maga az ember. Nincsenek olyan biztos kapaszkodóink, elvesztek azok a kapaszkodóink, vagy eldobtuk őket, amik akár csak az elmúlt 2000 évben segítették az embert a világgal való elboldogulásban. Ahogy őgyelektem ott a Prádóba, azt láttam, hogy a festményeknek a túlnyomó többsége egészen Lorenzo Lottótól Claude Lorrainen át Goyáig két dolgot mindenképpen tartalmaz. Az egyik az a természet, a másik meg Isten. Na most ez az a kettő, amitől hihetetlen távolságra került a modern ember. Évszázadokon keresztül ezek határozták meg az emberi létezést, ezek nyújtottak keretet, biztonságot és formát az emberi létezésnek. A modern ember úgy gondolta, hogy ezektől meg lehet szabadulni, nincs szüksége ilyen hipotézisekre, a természetet ki lehet rabolni, Isten pedig ki lehet iktatni az egyenletből. Úgyhogy azzal a tudattal él, amit a régi görögök hübrisznek hívtak. Ugye a hübrisz az a felfuvalkodott, öntelt önhittségnek a kifejezése a görögben. A hübrisz jellemzi egyébként a függőket is. Ez a minden tudás és az akaratosság és az önerőből, önfejűen,
önző módon élt életnek a stratégiája. A hübriszt metanója követheti, ezt sorsfordulatnak nevezzük, ez a szenvedélybetegségek esetében általában a mélyponttal szokott egybeesni, vagy azt követi, amikor a körülmények és a szenvedés nyomás hatására kiderül, hogy folytathatatlan az, amit csináltunk, vagy csinálok, és ennek nyomán alakulhat ki az aletheia, ami a fedetlen létezést, a transzparens egzisztenciát, ahogy Hamvas mondja, az őszinte, hiteles életmódot, életvezetést, magatartást, életrendet jelentheti. Én úgy látom, hogy ezt az utat járják be azok, akik a felépülést választották. Többé-kevésbé ez az út vár szerintem az emberiségre is. És most inkább Edward Hopper festménye az, ami jellemzi a helyzetünket, bár ez egy jó fél évszázados festmény, nagyon szeretem Hoppert. Ő nagyon rá tud tapintani a képein a modern embernek erre a végtelen magányára és egyedül létére. Éjszakai solymok a kép címe, és azt mutatja, hogy egy kávéházban hogy ülnek olyan emberek, akik között semmilyen kapcsolat nem fedezhető föl. Na most, hogy kicsit szorosabban a mély alkalmazkodás felé kanyarodjak, ugye a fenntartható fejlődés timeline-ja vagy idővonal az úgy nézett ki, hogy nincsenek határok, mondták nagyon sokáig, aztán oké, lehet, hogy vannak határok, de majd a technikai vagy technológiai fejlődés megold minden problémát, aztán jött az ups, aztán meg a fák. Ezt a függők úgy szokták mondani, hogy buli van, baj van, végem van. Ez tulajdonképpen rövidítve ugyanez az út. A Blip című könyv, amit Christopher Claxton írt, és nem olyan régen jelent meg, és egy pár oldalt Balázs jóvoltából volt szerencsém elolvasni és lefordítani belőle. Ez rendkívül fontos könyv, azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, ami a témában íródott, remélem, hogy előbb-utóbb megjelenik magyarul. A Claxton azt a tényt bizonyítja, ez egy metaelemzés, tehát rengeteg korábbi kutatásnak a szintézise. Azt írja a Claxton, hogy az a 300 év, aminek most a vége felé járunk, ami körülbelül 1750-ben indult, a gőzgép feltalálásával és a szénbányászattal, és aztán az első olajkutakkal, az egy egyszeri, kivételes és megismételhetetlen pillanat az emberiség történetében. Tehát soha előtte ilyen időszak nem volt, és valószínűleg jó pár ezer évig nem is lesz. Tehát mi itt ráhibáztunk valami olyasmire, ezek a szénhidrogének, amikről ugye Balázs szokott beszélni, hogy ezt a bizonyos energy return on energy investment dolgát, ezt sokszorosára növelték a korábbi 1-2-ről, százszorosára, tehát annyi energiát lehet kinyerni adott esetben a szénhidrogénekből, hogy bőven marad másra. Erre épül az egész civilizációnk. Na most ezek fognak elfogyni záros határidőn belül, minden bűvész mutatvány ellenére, és minden kutatás és egyebek ellenére, ugye az alacsony lévő gyümölcsöket már leszedtük a fáról, most már egyre drágábban, egyre rosszabb minőségű szénhidrogéneket tudunk elérni, és hát a Claxton nagyon szépen és világosan levezeti azt, hogy miért lesz vége az ünnepeknek, hogy miért lesz a szenekagörbe egyre érvényesebb. Ugye a szenekagörbe arról szól, hogy egy kultúrát, egy civilizációt nagyon hosszú idő felépíteni, viszont az összeomlása az viszonylag gyorsan, drámaian és fájdalmasan zajlik. A Titanic, ami ugye egy kedvenc kulturális toposza a 20. századi embernek, egyébként Bendel a második könyvében használja a Titanic metaforát, azt a közismert és közhelyes történetet, hogy a Titanicon az utolsó pillanatig játszott a zenekar, és hogy a tehetősebbek a bárban üldögéltek és iddogáltak, amikor a többiek már kint fulladoztak a mentőcsónakokban, meg a jeges vízben. Hogy ez a metafora nem véletlenül ihleti meg a filmrendezőket újra és újra, mert gyönyörűen leképezi, ugye 1912-ben volt a Titanic tragikus útja, gyönyörűen leképezi azt a működésmódot, ahogy a mostani helyzethez próbálunk
viszonyulni, ahogy a mostani helyzetet próbálja a világ megélni és kezelni. A másik nagy kedvencem az Friedrich Dürrenmattnak a Nagy Romulus című drámája, pár éve volt belőle egy remek előadás a Stúdiókában. A Nagy Romulus arról szól, hogy a Nagy Romulus ugye a Római Birodalom vége felé üldögél a palotájában, és hát sorra jönnek a futárok, hogy a barbárok itt, meg ott, meg amott vereséget mértek a római csapatokra, és Romulusnak a legnagyobb gondja az, hogy tojtak-e rendesen a tyúkok. És tűnődtem, hogy miért vették ezt elő a stúdiókások, és arra jutottam, hogy hát a művészet sokszor jobban ráérez egy-egy jelenségre, egy-egy helyzetnek a valódi dimenziójára és mélységére, mint a filozófia vagy a tudomány. Hát ugye látjuk a sorra meghozott irracionális önsorsrontó lépéseit a különböző nemzetközi autoritásoknak, és azt gondolom, hogy ez vezet el arra a felismerésre, ez az önként vállalt vakságnak a minősített esete egyébként a Nagy Romulus. Ez vezet el arra a felismerésre, ami még fájdalmasabb talán az Egyedül nem megynél, legalábbis számomra az volt, hogy nincs politikai megváltás. Tehát, hogy nem várhatunk segítséget, úgy tűnik azoktól a felhatalmazott és felkent autoritásoktól, akiknek ez lenne a dolga. Ezt a függőség nyelvén, vagy a függőség kontextusában úgy tudnám érzékeltetni, hogy nagyon sok függő keresett, vagy szerhasználó keresett segítséget az ellátórendszerben, és az ellátórendszer nem tudta meggyógyítani őket, ezért, ahogy a Narcotics Anonymous, a névtelen drogosok bevezető szövege fogalmaz, kétségbeesésünkben egymásnál kerestünk segítséget. És azt gondolom, hogy ez a Deep Adaptationnek az egyik legalapvetőbb gondolata, hogy nem várhatunk segítséget azoktól, akik erre hivatottak, mert az eddigi tevékenységük, IPCC és többiek, azt mutatják, hogy nem kompetensek ebben a helyzetben, vagy ahogy szintén a szenvedélybetegségben jártasakban ismerik ezt a mondást, hogy nem a megoldás, hanem a probléma részei. Tehát csak gazdagítják azt a problémakört, hogy az utolsó IPCC vagy COP konferencián, ha jól tudom, 17 ezeren vettek részt. Tehát, hogy csak hogy érzékeljétek, hogy ez milyen jó biznisz lett, azt hiszem, hogy valamelyik szerző írta, hogy elkezdték davoszosítani ezt a folyamatot. Tehát, hogy ez az elitnek a szórakozása lett, hogy COP konferenciákra járunk, ahol semmire nem kötelező egyezményeket kötünk, amiket aztán majdnem tartunk be. Szóval, hogy magunkra vagyunk utalva, hölgyek, urak, és ez egy nagyon fájdalmas felismerés. Ugye vannak filmek, amik sokat segítenek abban, hogy megértsük a tagadás természetét, illetve az ember antropológiai természetét, ezt a Platform című film, hogyha nem láttátok, akkor nagyon melegen ajánlom. A Platform című film mutatja meg, hogy egy másik kulcsfogalom, ami szintén az addiktológiában szerepel, és ott is nagyon fontos, hogy az önkorlátozás miért nem működik. Hogy a függőség, az életösztön arról szól, hogy elveszem azt, ami nekem kell, és nem törődök a másikkal. Tehát a függőségben általában átrendeződik az értékrend, olykor a puszta túlélés válik tétté, ami amorális döntésekre kényszeríti az embert. A Platform című filmben nincs függőség, csak az ételről van szó, egy tök egyszerű dologról. Hogy a felső szinten meg lehet enni azt, amit elindítanak a börtönben, nem akarom leszpoilerezni a filmet, de ahogy megy lefelé a lift, egyre kevesebb és egyre mocskosabb étel marad. És az arról szól a küzdés, hogy ki tud felsőbb szintre kerülni, mert azt fog tovább élni. Ugye ez a hát mondjuk így az észak és dél metaforája is finoman benne van a filmben. A függők ezt úgy fogalmazták meg, talán majd lesz rádia, hogy használtunk, hogy éljünk, és éltünk, hogy használjunk.
Tehát az a fajta ördögi kör, ami rázárul a függőségre, az rázárul a fogyasztói civilizációra is. Gyakorlatilag azért élünk, hogy dolgozzunk és fogyasszunk, és azért fogyasztunk és dolgozunk, hogy éljünk. Ez a létfeledés, amit Heidegger létfeledésnek nevez. Hogy elfeledkezünk az életnek a valódi természetéről, arról, hogy mi dolgunk van itt a Földön, és erre egyébként nagyon hathatós eszközökkel rá is nevelnek bennünket, ugye, mint látható a képen, itt azért van néhány olyan eszköz, amivel ezt a, mondjuk így, fogyasztógépet életben lehet tartani. Én azt gondolom, hogy a posztmodern kapitalizmusnak nagyjából az a célja, hogy legyártsa ezt az embertípust. Elég sikeres ebben, megítélésem szerint. És ez az embertípus nem fogja kiemelni a fejét, és nem fog rákérdezni arra, hogy mi lesz, hogyha elfogy a popcorn, vagy a kóla, vagy nem lesz wifi. Erre mi fogunk rákérdezni, vagy mi kérdezzünk már rá. És hát úgy tűnik, hogy ha emlékeztek mondjuk a 2 évvel ezelőtti hőhullámra, emlékeztek a hírekben szereplő erdőtüzekre, az árvizekre, a soha nem látott viharokra és egyebekre, az a helyzet, hogy egyre valószínűbbnek és egyre ijesztőbbnek tűnik Bendelnek ez a megfogalmazása, hogy az összeomlás elkerülhetetlen, a katasztrófa valószínű, és a kihalás is lehetséges. Egy diára összeszedtem a függő egyén és a függő társadalom hasonlóságait vagy párhuzamait. Az egyik és az első az a tagadás. Ugye a tagadás az egy nagyon fontos manőver minden függő életében, hiszen minden olyan információt, ami kognitív diszonanciát okoz, tehát ami nem esik egybe azzal a meggyőződéssel, amit ő ápol magáról vagy a helyzetéről, azt kiszűr valamilyen módon. És erről mindjárt lesz egy kicsit részletesebben is szó, hogy mik a tagadás mechanizmusai. És hát az optimalizás helyett a maximalizálás az pedig arról szól, hogy nem tudja az optimális szinten tartani a saját fogyasztását vagy használatát. Nagyon sok alkoholista mesél nekem arról, hogy Zsolt, én azt a sávot keresem, ahol nem vagyok már józan, de még nem vagyok részeg, de baromi jól érzem magam, abban a rózsaszín sávban, hogy ott szeretnék megmaradni. Na most ha valakinél, mi is ezt akarjuk egyébként, állandóan a napsütötte sávban lenni, ez az ember antropológiai természete. Hogy kerüljük a fájdalmat, a kudarcot, a nehézséget, a veszteséget, a halált, stb. Csak az a probléma, én legalábbis ezt vettem észre 64 év alatt, hogy az életnek az a természete, hogy nem lehet mindig a napsütötte sávban időzni. Tehát, hogy az életnek szükségszerű része a kudarc, a fájdalom, a veszteség, sőt még a halál is, és miután ezeket a modern és posztmodern kultúra vagy civilizáció tabusította, ezért úgy teszünk, mintha nem lennének. És ezért váratlanul érnek bennünket. Nem tudunk rájuk fölkészülni. A diégenialitása szerintem abban rejlik, hogy a felkészülés lehetőségét kínálja olyan életeseményekre, amik óhatatlanul bekövetkeznek. És nem okvetlen a prepper metódussal, tehát nem a gyakorlati felkészüléssel, hogy akkor hogyan lehet túlélni. Bennem az is kérdés, hogy érdemes-e túlélni. Hogy akarnék-e én túlélni egy olyan világba, ami azután jön majd. Hogy érdemes-e ott élni. Lehet-e emberhez méltó életet élni abban a világban? Vagy pedig sokkal elegánsabb, méltó módon elbúcsúzni ettől a világtól? Ugye ezek olyan kérdések, amik hát elég kínosak, hallom is a csendet, de szembe kell vele nézni, én azt gondolom. A személy szerint elkezdtem ezt a szembenézést, nem könnyű, megmondom őszintén, de nagyon sok segítséget tud adni az, hogy közösségben és kapcsolódásokban próbálom élni az életemet. Ugye a tagadásnak az egyik formája az, hogy előszelektálom az információt, vagy az, hogy kizárom az inputból azokat az információkat, amik ellent mondanak annak, ami az én feltételezésem a helyzetről. Aztán röpke pillanatig elgondolkoztam azon, hogy miért szaporodnak gombamódra a különböző addikciós és pszichiátriai kórképek. Hogy honnan ez a rengeteg ADHD-s gyerek, honnan ez a rengeteg
borderline, bipoláris, narcisztikus, anyám kínja. Ilyen vastag a DSM-4 vagy 5, ami a pszichiátriai problémáknak a katalógusa. Hogy vajon mi köze van a mi civilizációknak ahhoz, hogy ennyi lelkileg sérült, beteg, elakadásokkal küszködő embert gyárt le, vagy termel? Ez egy messzire vezető kérdés, csak gondoltam, felvillantom itt nektek. Na most a tagadásnak ugye két formája van, ez csak a rendkedvéért a lecke. Ugye Foster azt mondja, hogy van interpretatív, meg implikatív tagadás. Az interpretatív az, hogy elkezdem értelmezni az információt a magam szempontjainak megfelelően, meg van egy implikatív tagadás, amikor mondjuk így látszatcselekvésekkel és mindenféle tetszetős manőverekkel próbálom meg elhárítani azt, amiről nem akarok tudni. Ennek az egyik gyönyörű formája az a greenwashing. Ugye erről hallottatok, hogy ma minden zöldre mosunk, ma minden bio, ma minden renewable, tehát megújuló. Na most két filmet érdemes megnézni ebben a témában. Nekem ez a két film mindent helyre tett. Az egyik a Bright Green Lies, a másik pedig, amit tegnap ajánlott valaki a csoportba, a Planet of the Humans. Ez egy nagyon friss film. A kétharmadáig jutottam tegnap este. Ugye a cím az finoman rájátszik a majmok bolygójára, mert annak az volt a cím, hogy The Planet of the Apes. Ez a 60-as években volt egy nagy sikerfilm. Feketén-fehéren a Michael Moorék végigjárják a megújuló energiaforrások felépítését, hatásait, működtetését és pusztulását, meg azt, hogy is néz ki ez valójában, ez a zöldrefestés vagy zöldremosás. És én azt gondolom, hogy a másik filmmel együtt, ami szintén elérhető a neten, világosan megmutatják, hogy ez nem valós megoldás. Ez implikatív tagadás. Ezt az egy grafikon tettem ide nektek, nem akartam ezzel fárasztani benneteket. Azt mutatja, hogy 1900 óta hogyan alakult az emberiség energia felhasználása, tehát globális szinten milyen energiaforrásokat használunk. Ott fölül, most kivételesen megfordulok, ezek a megújulóak, tehát hogy ez a rész. Ugye, és akkor itt alatta itt van a gáz, az olaj és a szén. Ugye itt a Jevons paradoxon érvényesül, hogy minél több áll rendelkezésre valamiből, annál nagyobb a fogyasztás. Tehát ez nem jelenti azt, hogy az megújuló kiváltják a szénhidrogéneket, sőt, azok fogyasztása is megnő, sok egyéb mellett azért, hogy elő lehessen állítani az úgynevezett megújuló energiaforrásokat. Tehát ne tessék bedőlni ezeknek a dumáknak. Az egész magyar gazdasági stratégia az egy totális tévedés ebben a pillanatban, ami akkumulátorgyárakra akarja építeni a gazdaságot. Ez zárója, nem akarok politizálni. Na most, hogy mi történik a függőkkel? Egyrészt nulla toleranciájuk, tehát egyre több kell ugyanannak a hatásnak az eléréséhez. Ezt szerintem mindannyian tapasztaltátok, hogyha valamilyen szer bűvkörébe kerültetek, hogy ugyanaz a mennyiség egy idő után nem adja, ahogy mondani szokták a függők. Tehát egyre nagyobb mennyiségre, vagy egyre durvább ingerekre, vagy egyre szélsőségesebb dolgokra van szükség ahhoz, hogy elérjem azt a kívánt tudatmódosult állapotot, ami a célja a szerhasználatomnak. A második az, hogy megvonási tüneteim vannak. Ugye emlékeztek a gazdasági válságokra, vagy akár arra, amikor ugye keresztbe állt a Covid alatt egy tankhajó a Vöröstengeren, és elakadt a világkereskedelmi hálózata, és hogy ennek mentén hogy rengett végig egy hisztéria az egész világon. Hát körülbelül ilyenek működnek a függőségek esetében is. A harmadik az, hogy sikertelen leszokási kísérleteink vannak, ezeknek végtelen a sora. Egyet már említettem, ez a COP, de ami mondjuk az ENSZ vagy az Unió dolga lenne, az arról szól, hogy miért tojtak a tyúkok, de arról nem, hogy nem fogunk megfulladni, és hogy mit fogunk enni. Ugye? A negyedik az, hogy a káros következmények ilyen-olyan, amolyan mértékű felismerése ellenére folytatódik az egész. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ez az önmegsemmisítő üzemmód, ez megállíthatatlan. A függőség nyelvén ezt úgy szokták mondani, hogy a
a szerhasználat folytatása ugyanolyan lehetetlennek tűnik, mint az abba hagyása. Tehát az alkoholista azt mondja, hogy ha tovább iszom, el fogok pusztulni, de nem tudok nem inni, mert abba fogok belehalni, a megvonásba. Ebben az állapotban van ma a posztmodern társadalom. Nem tud leállni, de bele fog pusztulni abba, amit csinál. Ezért gondolom azt, hogy igaza van a diének, hogy ezt nem lehet megállítani, legalábbis a mi eszközeink elégtelenek hozzá. Még egy nagyon erős nemzetközi összefogás, hát ezt latolgatták tudósok, lemodellezték, hogy le lehetne állítani ezt az őrületet, amiben élünk, és úgy tűnik, hogy hihetetlen költségekkel lehetne apró eredményeket elérni. Kontrollvesztés, ez szintén a függőségnek az egyik tünete. Túltermelési válságok, használtunk, hogy éljünk, ezekről már beszéltem. És hát a jelentős időt vesz igénybe a szerhasználat és a következmények kiheverése. Ez megint arról szól, hogy abban a körforgásban, ami a termelés, fogyasztás, pihenés háromszögébe van, gyakorlatilag, ha nem emeled ki a fejed ebből a rendszerből, akkor egy életet le tudsz élni zombiként és alvajáróként. És hát az utolsó előtti, vagy talán az utolsó, hogy egyre felszínesebb, egyre értéktelenebb, egyre silányabb dolgok töltik be az életet, egyre mondjuk így értéktelenebb és vacakabb dolgokat csinálunk, fogyasztunk, ha nem figyelünk oda rá, és ennek a következménye az egy általános kulturális lesüllyedés. Az anonim alkoholisták azt mondják, hogy félmegoldások nem vittek semmire, válaszútnál álltunk. És hogy ezek a megoldási kísérletek, ezek olyanok, mint az, amikor azt mondja az alkoholista, hogy nem iszom majd töményet, vagy hétköznap nem fogok inni, most 30 napig nem iszom. Én ezeket hallom nagyon sokszor a rendelőbe. Ezek ilyen kétségbe esett kísérletek, vagyis nem valódi józasságfordulat, hanem inkább csak az ügyesebb vesztes pozíciójába szeretne valaki áthelyezkedni, vagy hogy megmaradjunk a metaforánál, ez olyan, mint kabint cserélni a Titanicon. Ezt szoktuk mondani segítőként. Csefurkának van egy modellje arról, hogy hogyan tudatosodik egy probléma. Ő azt mondja, hogy a mély alvás állapotát követi egy probléma észlelése, majd több probléma észlelése, ezen problémák összefüggésének a tudatosítása, és annak felismerése, hogy ez egy komplex probléma halmaz, ami az életünk minden területére kihat. Egy jó segítő ezen segíti végig a szenvedélybeteget, hogy az első pontból az öntudatlan mély alvás állapotából eljusson annak a felismeréséig, hogy a problémái szinte mindegyikének a hátterében a szerhasználata vagy a viselkedése van. A 20. század egyik legfontosabb, szerintem egyik legfontosabb szakirodalma az a Vaclavikék változásról szóló könyve, amely egy általános változás elméletet körvonalaz. A 60-as években írták Palo Altóban több szerző, és ugye Vaclavik csinált egy ilyen feladványt, azt mondta, hogy itt van ez a 9 pont, és kössétek össze 4 egyenes vonallal. Ha valaki ismeri, akkor bólogat sűrűn, nem húznám ezzel az időt, van megoldása a feladatnak, viszont ehhez a megoldáshoz el kell vetnünk azt az előfeltevést, hogy a 9 pont az négyzetet alkot. Mert ha ezzel az előfeltevéssel dolgozok, nem tudom megoldani. Túl kell lépni a kereteken. Újszerű megközelítést kell alkalmaznom, bátran, vagányul, és akkor tudom megoldani a problémát. Tehát ahogy Bendel beszél a tavaly nyáron, júliusban Glastonbury-ben tartott egy könyvbemutatót a második könyvéről, és ott arról beszél, hogy ezt a bátorságot kell megszereznünk, hogy új módon közelítsünk meg dolgokat, hogy a régi beidegződéseinken túl tudjunk lépni. Ez a felépülésben is rendkívül fontos. Ezt másodfokú változásnak, vagy metalépésnek nevezzük. Ennek az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy nem indulhat ki a rendszeren belülről. Einstein mondta azt, hogy egyetlen probléma sem oldható meg azon a gondolkodási szinten, ahol keletkezett. Tehát, hogy alkoholista aggyal, az alkoholistának alkoholista gondolatai lesznek. Tehát, ha nincs input a rendszerben kívülről, a rendszerbe kívülről,
akkor nem fogja tudni meglépni azt a metalépést, mert nincs vonatkoztatási pontja a saját igazságán kívül. Ezért kell a közösség, ezért nem lehet egyedül felépülni, mert akkor intuitív módon kéne kitalálni azt, amire nincs rálátása. Egyszerűen nincs fogalmi készlete, nincs nyelvezete hozzá a szenvedélybetegnek. Na, így vagyunk mi is, hogy nincs fogalmi készletünk és nyelvezetünk ahhoz az újhoz. És nagyon lényeges, hogy a vaclavikék azt mondják, hogy sokszor nem a problémát kell megoldani, hanem a hozzávaló viszonyulásunkon, a kezelési módomon tudok változtatni, és ez megint a DE filozófiája, hogy magunkon tudunk faragni, csiszolni, változtatni. A világ dolgait valószínűleg nem fogjuk tudni megoldani, de a megoldási kísérleteink azok segíthetnek elviselhetővé tenni ezt az életet, elfogadni azt, ami van és ami lesz, és együtt élni a megoldhatatlannal. Ugye az alkoholisták együtt élnek, a felépülők a megoldhatatlannal, azzal, hogy nem fognak tudni megtanulni soha az életbe mértékletesen inni, de van egy megoldásuk, hogy egyáltalán nem isznak, és ezzel együtt tudnak élni. És ez biztosítja számukra a fennmaradást és a túlélést. Ez egy paradox megoldás, azt úgy mondják az AA-ban, hogy szabad neked nem inni. Ugye ez sok alkoholista nem is hallotta. Kvázi engedélyt lehet neki adni arra, hogy ne igyon, és jé, hát tényleg nekem nem muszáj inni. Nem muszáj belehalnom ebbe. És hát ami nagyon fontos, és megint csak a DE-hez vezet vissza, hogy újszerű, kreatív, meghökkentő, paradox, illogikus megoldásokat, gondolkodás és cselekvésmódokat is be lehet vetni. Ez itt a Prohászka Di Clemente féle felépülési modell, ezt nem fejteném ki, ennek több szakasza van. Ami miatt beraktam, az, hogy az emberiség jelenleg szerintem a fontolgatás előtti, vagy a fontolgatási időszakban van, tehát kontemplál arról, hogy valamit kéne csinálni, holott már réges-rég az actionben kéne lennünk. Már réges-rég a cselekvésben kéne, és a fenntartásban kéne tartanunk. És akkor az utolsó rövid fejezet, mert az a gyanúm, hogy kicsit elszaladt az idő, az arról szól, hogy mit tanulhatunk a változásban sikeres felépülő függőktől. Az első az, hogy az egyén életminősége az nem választható el a közösség mindenkori állapotától. És ez megint egyszer a DE, tehát a mély alkalmazkodás filozófiájának az egyik sarköve, hogy ahogy Komlón mondták a rehabon, hogy én ittam, mi józanodunk. Tehát, hogy ahhoz, hogy igyak, ahhoz nem kell közösség. Ahhoz ivócimborák kellenek, vagy az se. De ahhoz, hogy józanodjak, ahhoz közösség kell, mert közösségi támogatás nélkül nem tudunk kilábalni a problémáinkból. Hölgyek, urak, egymásra vagyunk ítélve. És ezt nagyon nehezen fogadja el a mai világ, mert hogy egy szélsőségesen individualista, narcisztikus kultúrában élünk, ami be van oltva a közösségek, álközösségek vannak szép számmal, nem véletlen, hogy talán Balázs le akar jönni a Facebookról, már nem egyénileg, hanem más módon, hogy ne legyünk kiszolgáltatva egy ilyen álplatformnak, ami azt hirdeti, hogy közösségi felület, holott én azt gondolom, hogy ez csak erős megszorításokkal igaz. Tehát, hogy ez az egymásra ítéltség, ez olyan mértékű irritáció sokak számára, én a rendelőben mindenkinek meg szoktam ajánlani, vagy az emberek többségének meg szoktam ajánlani az önsegítő csoportokat, és látom, hogy fagy meg az arcuk, és hogy mennek át ellenállásba, hogy hát én nem megyek, én nem elmondom a gondjaimat más, elmallgatom másnak a problémáit. Ugye? Tehát, hogy olyan mértékig be vagyunk oltva a közösségek ellen, hogy ez mindig döbbenet eltölt el. És azt gondolom, hogy a megoldás meg abban az irányban van, mert azok a klienseim józanodnak ki elsősorban, és leginkább, akik igénybe veszik a közösség támogatását a felépülésükben. A második, és talán ezzel kellett volna kezdeni, hogy az első személy politikája és az alanyiság az, ami működik. Tehát, hogy nem a te negyedik lépésedet kell megcsinálnom, hogy az álba mondják, hanem a saját dolgomat kell megtenni a világban. Felelősséget vállalni azért a kis körért, ahol élsz, ahol a valódi történések zajlanak. Ugye, akkor itt egy zárójel Zsuzsa nénéről, aki az ajtószomszédom,
minden társasházban van egy Zsuzsa néni, aki ott lakik 30 éve, tud minden pletyit a házba, ismeritek ezt a típust. Nekem ilyen az ajtószomszédom. És miután Balázs mondta azt, hogy ismerkedjünk meg a szomszédainkkal, mert hogyha eljön az az idő, hogy egy időben nyúlunk az utolsó kiló cukorért a spárba, akkor lehet, hogy nem fogjuk agyonutni egymást. Mert hogy Zsuzsa néni átvette a csomagomat, meg én meg elvittem kórházba a férjét, és hogy ez azt jelenti, hogy emberi viszonyba kerültünk. És hogy ezek a legfontosabb gesztusok szerintem annak érdekében, hogy ne váljunk egymás farkasaival, amire van esély. Nézzétek meg, hogy mi volt a Covid-ban, vagy mi van egy benzinhiányos átmeneti helyzetben. Tehát a személyes felelősségvállalás és a tevékeny részvétel az bizony bátorságot, kitartást, tudatosságot, elszántságot, és olyan cselekvéseket kér vagy kíván, amik szokatlanok a mai társadalomba. Becsöngetni és megkérdezni, hogy hogy van, vagy átvinni neki, mit tudom én, egy komatálat karácsonykor, és azt mondani, hogy én hoztam 3 sütit. Vagy tudni arról, hogy meghalt a férje. 3 hete. Tehát, hogy azt gondolom, hogy valahol itt lehet elkezdeni ezt az egészet, és nem azért, mert én akkora híró vagyok, hanem mert, hogy hallom, amit javasolnak a programban, és próbálom ennek a szellemiségét a mindennapjaimba érvényesíteni. És hát ezek a apró változások olyan értékek mentén lehetségesek, amiket hát nem nagyon díjaz a mostani társadalom. Ugye itt az akarat, és az erő, és a hatalom, és az irányítás az egyik kulcsszó és hívószó, ami szerintem a felépülő közösségei szerint inkább vezet a megoldás irányába, az meg pont a tehetetlenség beismerése, a sebezhetőség, a megadás, a szelídség, az alázat, és néhány olyan divatja múlt szó, amit nem nagyon hallotok mostanában sehol. Holott tudjuk, hogy tehetetlenek vagyunk a rajtunk kívül álló dolgokkal, de elsajátíthatjuk az összeomlás reális lehetőségét számovevő megközelítés nyelvezetét és annak a gondolkodás módját. Van mozgásterünk. Gyakorolhatjuk a személyes igazságbeszédet. Ezzel azért nem lehet akárhol kiállni, amit én most itt elmondtam nektek. Elpárologott volna fel a közönség, vagy kifütyültek volna. Ezek kényelmetlen gondolatok. Gondolj bele, hogy egyedül vagy egy társaságban, és próbálod ezt képviselni. Rohadt nehéz. Holott ez a személyes igazságod. Ez egy igazi bátorság próba, hogy megmered-e csinálni. Megoszthatjuk egymással a tapasztalatunkat, erőnket, reményünket. Beszélhetünk nyíltan fájdalomról, az elmúlásról, a halálról, egy érzéstelenítő társadalomban, ahol anesztezizálnak minket, ott beszélhetünk a fájdalmainkról és a fájdalmainkról. Kiállhatunk magunkért, hallathatjuk a hangunkat. Dönthetünk arról, hogy mit engedünk magunkhoz, milyen tartalmakat, milyen információkat, hogy mire szenteljük azt a drága időt, ami a rendelkezésünkre áll. Mi az, ami érdemes, és mi az, ami érdemtelen a figyelmünkre. Hozhatunk értékalapú döntéseket a kapcsolatainkról, a fogyasztásunkról. Erősíthetjük a tudatosságunkat, a kockázatészlelésünket. És megismerhetünk új szabadságot és boldogságot. Azt a felszabadító érzést, hogy nem vagyok egyedül, hogy valamivel szembe mertem nézni, hogy netán elfogadásba kerültem, hogy ennek mentén átrendeztem az életemet, és hogy az egész életszemléletem és magatartásom meg tud változni, hogyha egy új paradigmába tudok átlépni, hogyha józanul tudok gondolkodni, hogyha szembe merek nézni a valósággal. Ugye az egész minket körülvevő kulturális környezet az a valóság elhárítással foglalkozik. Tehát komplex valóság elhárító művek működnek. Ez a média, a tévé, az internet és az összes többi. Ezek mind arról szólnak, hogy ne találkozz azzal a valósággal, ami pedig közvetlenül és fájdalmasan befolyásolja az életedet. Itt egy kicsit a 12 éves programok úgynevezett ígéreteit formáltam át
arra a nyelvezetre és arra a fogalomkészletre, ami a DEA. Végül pedig nem utolsó sorban azt megismerhetjük a lelki békét, és támaszai lehetünk egymásnak. És hogy ugye a múlt az már történelem, a jövő az meg csak egy lehetőség, mindezt mindig csak a mai nap tudjuk megtenni. Megtanulhatjuk elfeledett szavainkat. Ezeket a szavakat nem halljátok a médiában. Ezeket nem nagyon lehet hallani, ezek divatja múlt, kiiktatott, tabusított szavak, pedig ezek a kulcsfogalmai azt gondolom minden változásnak és felépülésnek, legalábbis én ezt tapasztalom. Vannak másfajta megoldási kísérletek is, ugye van az Extinction Rebellion, a Let's Again Generation és egyebek, akik egy harcosabb attitűdöt képviselnek. Ők a képrongálók, az aszfalthoz ragasztók, tüntetők és egyebek Angliában, Németországból, Olaszországba. A DE nem ez. Tehát ez nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy a Deep Adaptation az nem egy militáns polgárjogi mozgalom. A mély alkalmazkodásnak ugye 4 alapelve van, ezeket mind szerintem ismeritek. A reziliencia, az elengedés, a visszaállítás és a megbékélés. És ezekre lehet felépíteni egy olyan életet, ami közösségként és egyénként segít megtartani bennünket. 3 videót szeretnék már nem lejátszani, csak megmutatni a címüket. Az elmúlt években nekem ez a 3 segített a legtöbbet abban, hogy megértsem ezt a filozófiát. Az első az a Sidney Smith-nek a How to Enjoy the End of the World, Hogyan élvezzük a világ végét című durván 1 órás előadása. Feliratozva van, érdemes megnézni a YouTube-on. Nagyon erős, nagyon fájdalmas, nagyon jó gondolatokkal. A második a Blip, tehát a szempillantás szerzőjének egy 20 perces videója, az angolul van sajnos, ahol röviden elmondja a könyvének a lényegét. Nagyon ütős és nagyon erős, ábrákkal súlyosbítva. A harmadik pedig a sajnálatos módon közelmúltban elhunyt Michael Dowd atyának a Teljes életet élni a hanyatlás korában című videója. Úgy tudom, ez is csak angolul van, ugye Balázs, nincs, dolgoztok a feliratozáson. Egy nagyon mélyen derűs, békés, szeretetteli, borzalmasan okos videó, ami arról szól, hogy milyen elvek mentén lehet teljes életet élni abban a leszállóágban, amiben most vagyunk. Ugye a kortársak általában csak az optimista szerzőt szerették, mindig szoktam nézni ezeket a podcastokat, meg előadásokat, meg interjúkat, és akkor ugye a riporter mindig azzal piszkálja esetleg reálisabban gondolkodó és látó embereket, hogy oké, de mi a megoldás? Tessék mondani, hogy mi a megoldás. És hát azt kell mondjuk, hogy nincs megoldás. Tehát, hogy ezt ki kell mondani, hogy vannak olyan dolgok a világunkban, az életünkben, amikre nincs megoldásunk. Egy haladás elvű paradigmában ezt nagyon nehezen fogadják el. Mert mindig az van, hogy jó, akkor a végén majd a csávó mondja, hogy mi a megfejtés. De nem mondja a csávó, mert nincs megfejtés. És ez sokkoló tud lenni. És hát van egy alternatív valóság is, aki még olvas, azoknak néhány könyvet ajánlanék, mert nekem ezek is sokat segítettek, Emil Cioran, René Guénon, Alberto Caracó könyvei a modern világ kifulladásáról, hanyatlásáról, Mark Fisher, aki a legélesebb elemzést adja erről a kapitalista társadalomról, Julius Evola, aki a modern világ átfogó kritikáját adja, és hát Byung-Chul Han, aki szerintem korunk nincséje, egy koreai filozófus, aki Németországban él, 5-6 könyve jelent meg magyarul, ilyen vékony könyvecskék, pengeélesen látja és tisztán írja le a posztmodern kapitalizmus működését. Tessék olvasni őt is. David Engels az Uniónak a római birodalomhoz való hasonlóságát fejti ki. Alain Benoît, francia gondolkodó, nagyon sokat ír a beszéd, a nyelvezet és a kommunikáció témájában, és hát Douglas Murray, aki a
Európa furcsa haláláról írta a második magyarul megjelent könyvét. Tomislav Sunic, egy volt horvát diplomata, aki a kapitalizmus kritikát fogalmazza meg, a Blip, és hát a Szép Irodalom sem maradt le, Michel Houellebecqnek a Behódolás című könyve, ami ugyan eléggé politikai természetű, de döbbenetesen leírta, hogy mi volt, van és valószínűleg lesz Franciaországban az eljövendő években. És hát nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük. Hát több mint elgondolkodtató volt, azt kell mondjam. Sőt, én azt az élményemet osztanám meg, és lehet, hogy ezzel csak bízom benne, hogy alátámasztom ezt az elmúlt órát, hogy néhány hónap ezelőtt voltam egy olyan beszélgetésen, egy pódium beszélgetésen nézőként, ahol most nem sorolom föl, de neves szakemberek beszélgettek, különböző nézőpontokat megfogalmazva, és hát mondjuk úgy röviden, hogy tanulságos volt. De ült mellettem valaki, aki aztán felszólalt, és ezt az egész eseményt is szintén rögzítették. Amikor megjelent, akkor egymást érték a kommentek, amik nagyon hasonlóak voltak. Egyet emelek ki közülük, valaki azt írta, hogy hát ha az egész esemény 100, akkor ebből 98 az addiktológus úré. Valahol én úgy érzem, hogy ez sikerült itt is átadnia, ott lényegében a hozzászólásával elvitte az egész sót. Hát én nagyon szépen köszönöm neked ezt, mert nagyon megdöbbentő és elgondolkodtató volt, és ahogy azt múltkor is csináltuk, én bízom benne, mert mindig elmondom, magyarok vagyunk, aztán nem nagyon merünk kérdezni, de a múltkor rácáfoltatok. Úgyhogy én bízom benne, hogy most is akad megfontolni való és megkérdezni való. Annyival előrébb vagyunk, és ez már biztos, mint a múltkor, hogy van egy hordozható mikrofonunk, és így szuper jó lesz, mert egyrészt hallja is mindenki más, meg a kamerába is belekerül majd a hang. Úgyhogy én biztatok mindenkit, hogyha van kérdésetek, tegyétek fel, és akkor Zsolt válaszol is rá. Én azt szeretném csak megtudni, hogy egy azért ülünk itt, mert hiszünk ebbe az összeomlásba, úgy gondolom, hogy az rövidesen bekövetkezik. A következő lenne a kérdésem, hogy egy fokozottan megváltozott világban, tehát nem egy ilyen lájtosan kicsit lejjebb csúsztunk világban, ön szerint a humán értékek meddig maradhatnak fenn? Mert nekem ez nagyon kétséges. Köszönöm. Nem könnyű kérdés. Most ülve maradok, elnézést. Én azt gondolom, hogy ezzel jó pár ilyen disztópikus filmalkotás már foglalkozott. Nekem a nagy kedvencem az a Luc Besson féle Élet-halál-harc című film. Talán emlékeztek rá, ez egy fekete-fehér film a 80-as évekből, ami egy ilyen összeomlás utáni helyzetről szól. És hát hasonló helyzetről szólnak a Mad Max filmek. Tehát, hogy amit úgy fogalmaztam, hogy ember-embernek farkasa, az valószínűleg ez a legjobb leírása annak, hogy valószínűleg azok a humanista értékek háttérbe fognak szorulni ezekben az élethelyzetekben. Ezt kicsiben már látjuk azért mindenféle, tehát ha csak mit tudom én, megpróbálsz kijönni autóval a MUPA pince parkolójából egy koncert után, hogy ott kultúremberek mit művelnek annak érdekében, hogy egy autóval előbbre kerüljenek, akkor az mindent elmond arról, hogy komolyabb helyzetekben ez hogy néz neki. Ezt tudom erre mondani. Nem sokáig.
Erre van egy kutatás, ami egy Bundestag kutatás, de ezt már biztos mindenki hallotta, ami két hetet számol. Most valaki egyébként ma vagy tegnap posztolt egyet a csoportban, amiben leírta, hogy Nagykovácsiban tavaly nem volt áram egy napig, és akkor ott milyen jelenetek történtek a jól szituált település közepén a Spárnál, ahogy már feszegették a népek az ajtót, úgyhogy én személy szerint azt gondolom, hogy nem kell ehhez majd két hét. Viszont bízom benne, hogy még szorult belétek némi kérdés, ha már a technológiát biztosítottuk. Az a kérdésem, hogy az egyik dián szerepelt ott legalul egy ilyen a függőkről, hogy nincs víziója egy másik létmódról. Hogy ezen a vonalon nem tudom, hogy el lehet-e indulni, vagy csak akkor tud egy másik vízió kialakulni, hogy hogyan lehet élni kb. Emberi módon, ha megvan egy összeomlás, és utána aki maradt, az elkezd kialakítani valamit, ami épp abban a korszakban élhető. De hogy ezt nagyon igaznak érzem azt, hogy van egy olyan létmód, amiben nem folyton ebben a körforgásban vagy, és hogyha egyszer kilátsz belőle, és a mélyebb értékek valahogy jobban a helyükre kerülnek abban, hogy én mennyire értékelem mondjuk azt az időt, amit eltölthetek csak a természetbe, vagy önmagamba, vagy szóval így, az nekem ez a másfajta létmódra való rálátás, és hogy ez társadalmilag van-e ilyesmire perspektíva, vagy stratégizáló kedv? Mindenképpen szeretném kerülni annak a látszatát is, hogy csak egyféle felépülési modell létezik, tehát hogy nem mindenki érél a mélypontját, nem mindenkinek kell halál közeli helyzetbe kerülni ahhoz, hogy változzon, tehát hogy nagyon sokféle út van. Ugyanakkor azt fontosnak tartom, hogy ezt a víziót, tehát azt, hogy van élet mondjuk a drogon túl, azt valahogy ki kell munkálnia egy függőnek, és hogy ezt intuitíve nem tudja kimunkálni. Mert egész egyszerűen abba a paradigmába töltött éveket, vagy néha évtizedeket, tehát kell valamilyen külső input, valamilyen olyan segítség, ami megvillantja előtte azt, hogy van remény, hogy van esély a változásra, hogy van egy másik élet, és hogy ez egy élhető élet, drog és alkohol és szerencsejáték és pornó és zabálás és vásárlás nélkül. Néha ezt a legnehezebb elhinni. Szerintem nekünk is ezt a legnehezebb elhinni, hogy van egy fékezettebb habzású élet a mostaninál. Ugye? Hogy lehet nem autózni, hogy lehet kevesebbet hogy fogyasztani, hogy lehet nem repülőre ülni, mondom ezt, aki most éppen utazgatok. Tehát, hogy ez egy baromi nehéz dolog. Ennyit tudok ehhez hozzátenni. Köszönöm a kérdést. Engem az érdekelne, hogy mit kezdhetek a gyerekemmel, aki nem hajlandó ezzel a problémával foglalkozni, illetve nem akarja elfogadni azt, hogy én már túl vagyok az ő szintjén. Köszönöm. Köszönöm. Hát talán a legnehezebb kérdés, ahogy említettem, itt ül a fiam. És nekünk is sok, hát mondjuk így beszélgetésünk, vagy hát talán vitánk az kevésbé volt erről. Én azt gondolom, hogy én nagyon szépen meghallgatnám, hogy mit gondolsz erről, Dani, hogy egy 28 éves, ez hogy látja ezt a kérdést? Már csak ha akarod. Én azt gondolom, hogy például azt tehetem, hogy elhívom egy ilyen előadásra, nem azért, mert az apja vagyok, hanem mert valószínűleg ezen kívül is érdekli, remélhetőleg, gondolom, meg hogy azt tudom tenni, amit akár szenvedélybetegek esetében is, hogy információval látom el, és mondjuk ha nem is nyomasztó mértékben, de tematizálom azt, amit erről gondolok, és valamiféle dialógust kezdeményezek. Ha elutasít, mert erre is jó esély van, ugye azért a tagadás az nagyon erős, akkor lehet, hogy türelemmel, szelítséggel és alázattal ezt el kell fogadni. Mint ahogy én is elfogadtam, hogy ebben valószínűleg nem értünk egyet.
most. Én volnék Zsolt fia. Megpróbálok a kérdésre lehetőség szerintnél rövidebben, de azért részleteket kifejtve válaszolni a kettő kontextusában. Valóban szerintem egy, hát nagyjából azóta, 2017-et mondtál, hogyha jól emlékszem, azóta folytatunk beszélgetéseket. Én akkor, jól számolok, akkor 22 éves voltam, ami azért még így késői kamaszkornak valamelyes betudható. Lázadó elemekkel egyfelől a szülői autoritás irányába, magammal hozva még kicsit azokat a fiatalos érzéseket, amikor semmi nem számít annyira szorosan, nem feltétlenül annyira tudatos gondolatokkal rendelkezik a világjövőjének az alakulásáról, viszont azt tapasztaltam, hogy ugye nem feltétlenül szívesen alkalmazod a vita szót. Eleinte azért inkább vitának nevezném, egyfelől saját vehemenciámból adódóan is, a makacságomból adódóan. Én úgy voltam, hogy nem feltétlen voltam nyitott arra, hogy ezen elgondolások mögött ténylegesen lapulhat valami, és ezt követően egyre inkább elkezdtem nyitni, nem feltétlenül vakon követve azokat a dolgokat, amikre Zsolt megpróbált rávilágítani, hanem azokat az információkat, úgymond magamévá tenni, amikkel tudok azonosulni, és az idő múlásával azt vettem észre, hogy egyre több ilyen van, és most már nem feltétlenül én sem arra törekszem, hogy meggyőzzem valamiről, mert hogy régebben valószínűleg a mentalitásom inkább erre irányult, hanem hogy konszenzusra jussunk, közösen gondolkodjunk, közösen tudjunk beszélni ezekről a dolgokról, és a saját agendát, álláspontot kialakítani ezzel kapcsolatban. A mai beszélgetés, illetve előadás, vagy most már a beszélgetés számomra sok új információt tartalmazott, annak ellenére, hogy igen, immáron végülis 7. éve kapom a kiképzést, azt hiszem, hogy te fogalmaztál így valamikor, és nagyon örülök, hogy elhívtál, és köszönöm. Dani, bocs, nem akarlak itt túráztatni, de lenne egy rövid kérdésem, hogy a te generációdban, vagy a környezetedben ez téma, vagy pedig ez abszolút negligálva van, mert erről nem tudok semmit. Nem tudok egy teljes generáció nevében nyilatkozni, de tény is való, hogy nem annyira felkapott, úgymond a DA, most már ezt is tudom, hogy ez nem a Defense Attorney-nek, hanem a Defendant-nek a rövidítése. Nem tapasztalom, hogy ez olyan meghatározó téma lenne, mint ami ennek kellene lennie, vagy legalábbis az, hogy egy csírája kialakuljon az ezzel kapcsolatos gondolkodásnak, és igen, tapasztalom azt, hogy a környezetem, ahogy Zsolt fogalmazott, kicsit így az alkalmi hedonista megközelítést és utánam az özönvíz mentalitást követi. Én egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy, nem tudom ezt mindenki nevében elmondani, amit a közvetlen környezetemben, ami jelen esetben takarhat egy munkahelyet, baráti társaságot, vagy olyan egyéb környezeteket, ahol potenciálisan gyakran megfordulok. Nagyjából ezek a tapasztalataim. Szóval, hogyha már ilyen személyesebb síkra terelődött a beszélgetés, akkor én is kérdezném, hogy a példák java azért meglehetősen magas szintű kulturális javak fogyasztásáról szólt. Szóval sejtem, hogy a Prádóba sem gyalog mentél, a MIPA parkolójában sem biztos, hogy a magyar társadalom jelentős százaléka próbálkozik az autójával. Te mennyire érzed, ha ebből megosztható valami magad hitelesnek abban, hogy szembemész, vagy szembenézel, meg cselekszel? Harcolok a saját hitelességemért ebben a dologban. Valóban nagyon nehéz szembe menni azokkal a lehetőségekkel, amik adottak, és akár valamiféle élet alkonyi
pánikban elérhetőek a számomra, az biztos, hogy a fogyasztásomat és annak a minőségét nagyon szigorúan próbálom szabályozni, és küzdök a képernyőidővel, a telefonomon, küzdök azzal, hogy egy fárasztó munkanap után ne dőljek el egy igénytelen sorozat előtt. Tehát, hogy ezek a mindennapos apró kis csaták, ezek arról szólnak, hogy szép lassan próbálok kihozanodni ebből a fogyasztói kultúrából, de távolról sem gondolom azt, hogy ebben én maradéktalan hiteles volnék. Köszönöm. Itt ragadt a mikrofon akkor. Három rövid észrevétel. Az egyik a fogalmakról, amiket feltettél. Én azt hiszem, hogy nagyon jól használja és manipulálja őket. Az, aki a másik oldalon próbálja ezt megközelíteni. Például a hősiesség, az amerikai hős, aki megmenti a világot. Tehát a fogalmak valahol megvannak, csak talán átértékelődtek, és talán vissza kéne őket helyezni egy régebbi gyökerükhöz. A másik, ami engem meglepett, érdekes volt, hogy most kérdeztél egy 30-ast, hogy milyen a korosztálya. Egy pár évvel ezelőtt találkoztam egy 10 éves társasággal, ami egy 20-valahány fős iskolai osztály volt, abból talán 18-an tagjai voltak egy szkeptikus társaságnak, akik hát abban élték ki a közösségi hajlamaikat az iskola udvaron, hogy ők nem máshogy gondolnak a világra, mint úgy, mint ami az úgyis tönkre megy, mert úgyis rossz lesz. És a megdöbbentő számomra az volt, hogy az éghajlatváltozásról, az ezzel kapcsolatos 10 éves korban eljutó információkkal közösséget formáltak, és magukat szkeptikusnak nevezve élték meg ezt az életet. A másik egy gondolatkísérlet lenne feléd. A párhuzamok szépek voltak és jók. Egy óriási különbséget látok. A te esetedben, nem tudom melyik szót használom, megtörtént vagy megtörténő folyamatban lévő esetekről tudtál beszélni, míg amire most a DIA kapcsán gondolunk, azok egyszer talán majd valahogy lesznek. Lehet ebből a te megtörtént és valahogy megvalósult, valahány százalékban sikerült eseteiből valamit gondolni a jövőre? Köszönöm, ez nagyon fontos szempont. Én azt hiszem, hogy az első diák egyikén ott szerepelt az a szó, hogy ez egy gondolatkísérlet. Tehát, hogy nem gondolom, hogy ez egy hiteles leírása lenne a jövőnek, ugye jósolni nagyon nehéz, főleg ha az a jövőre vonatkozik. Tehát, hogy nem hiszem, hogy extrapolálni lehet az eddigi függvénygörbéből azt, hogy merre megy tovább a függvénygörbe. Valószínűségeket vagy lehetőségeket próbáltam felvillantani, mint lehetséges magyarázó elveket arra nézve, hogy mi várhat ránk. Tehát nem gondolnám, hogy itt a bölcsek kövének birtokában üldögélnék, és azt mondanám, hogy tuti ez lesz. Tehát inkább egy közös gondolkodásra, vagy gondolatkísérletre próbáltalak hívni benneteket. És nem is kell ezt elfogadni semmilyen értelemben, mint a féle kinyilatkoztatást. Köszönöm szépen. Nekem nagyon erős ez a hasonlat az addiktológia és a jelen helyzetünk között. Úgyhogy bár csak egy részletét hallottam annak, ami az előadás volt, remélem a nagyobb részletét egyébként. Olyan érzésem van, mint amikor egy repülőn felébredek, és ez zuhan, és mindenki alszik, vagy csak nagyon kevesen vannak ébren. És erről eszembe jutott az a vicc, amikor azt mondja, hogy úgy szeretnék meghalni, mint a nagyapám, csendesen álmában, nem pedig úgy, mint az utasai ordítva pánikban. Tehát én nem tudom, hogy ezzel most mit lehet kezdeni, mert lehet, hogy inkább azt mondanám, hogy kérem vissza azt az életemet, ami volt, mielőtt bevettem a piros pirulát, ha emlékeztek rá. De ezt már nem lehet visszacsinálni. És tudom, hogy meg kell békélni majd ezzel a gondolattal, hogy egy zuhanó repülőn ülünk. Ennek ellenére az a kérdésem, hogy vajon szabad-e másokat felébreszteni. És,
És a másik pedig az, hogy ugye valahogy a gondolatainkkal mégiscsak létrehozzuk a körülményeinket, létrehozzuk teremtjük az életünket. Ha a gondolataink nagyon negatívak, akkor óhatatlanul egy negativizmust keltünk magunk körül. Ezt valahogy el kéne kerülni. Hogy hogyan tudjuk megőrizni a józanságunkat és a pozitivitásunkat abban a világban, ami jelenleg körülvesz bennünket. Köszönöm. Igen, azt hiszem, hogy ezekkel a kérdésekkel Balázs gyakran szembesül különböző tévé és egyéb beszélgetésekből, úgyhogy én ezt most átadnám neked. Köszönöm, de azért, ha van hozzáfűzni valót, ne tartsd vissza. Említette Zsolt a Polcsefurkának tudatosulás lépcsőfokait. Ha az édes tudatlanságból kilépünk, és már nem tudunk visszaaludni, akkor abból következik, hogy ha már belekukkantottunk Pandora szelencébe, legalábbis én azt látom, hogy a többség így van ezzel, és nem pánikszerűen dugja vissza a fejét a homokba, akkor viszont nincs megállás, tehát egyre mélyebbre pillantunk. De a költői kérdés itt is az, amit azt hiszem talán a mindenségi fiúknál fogalmaztam meg, hogy oké, az ember eljut erre a pontra, fölteszi magának a kérdést, hogy mekkora felelősség ezt az információt rázúdítani az emberekre. Na de hát adja magát a folytatás, nem? Hogy mekkora nem megtenni ennek tudatában. És senkinek nem kell megmondani, hogy mit csináljon, vagy hogy mi lesz, de azt, hogy érdemes egy picit más szemszögből nézni is a dolgokat, hát arra azt gondolom, hogy főleg annak tudatában, hogy ez több szempontból várható, és már benne vagyunk, és nagyon sokunk családos, hát azt gondolom, hogy ez igazából nem is opció nem megtenni. A másik, hogy a gondolatainkkal teremtjük a környezetünket, hát én most ezt nagyon büszkén jelentem ki, de december 1-e óta minden egyes alkalommal, amikor összejövünk, én olyan szeretett cunamit érzek, hogy bepárásodik a szemem. És hogyha ezt teremtjük, akkor ez egy szuper jó dolog. És rögtön itt Zsoltra gondoltam, de majd ő is kifejti, hogy mire gondol ezzel kapcsolatban, de nem a tudatosság magasabb szintjein álló emberek teremtik ezt az állapotot, amiben vagyunk, illetve hát nyilván ők is a fogyasztói társadalom részei. De sokkal inkább azt gondolom, hogy azok, akik vakon menetelnek előre, mert majd minden jó lesz, meg hol itt a gond, meg majd úgy is megoldják, vagy csak ne nekem kelljen. Ezek a típusú emberek, akik nem látják át ezeket a dolgokat, sokkal nagyobb problémát okoznak a mindennapi tetteikkel. Azért, mert valamit úgy gondolnak normálisnak, ahogy ezt eddig is csináltuk, megcsinálták. Tehát én sokkal inkább úgy érzem, hogy ez fordítva igaz. Ha már az ember egyszer beleállt ebbe a dologba, és szembesült vele, akkor már csak a saját lelki nyugalma miatt is keresi azoknak a társaságát, akikkel lehet erről beszélgetni. És Bendel is nagyon sokszor leírja, egy nemrégi kis írásában is benne volt, hogy hogyan beszélgessünk erről azokkal, akik a tudatosulás lépcsőfokának egy másik szintjén állnak. És érdemes felmérni. És ezt néhány szóból már némi rutin után lehet is, hogy ki hol tart. És erről szerintem a múltkor Katánál is volt szó, hogy inkább példamutatással járjunk erről, vagy valami kapcsán, ha felmerül ez a dolog, elmondhatod, hogy te mit gondolsz erről, és nem azt semmiképpen, hogy mi lesz, vagy mi várható, és hogy mire kell készülni, mert az nagyon sokszor tagadásba megy át. Hát én nem gondolom, hogy, és ez pont ennél az asztalnál volt egy ilyen csata, egy másik három betűs úrral, akinek meggyőződése, hogy mi rettenetesen szörnyű dolgokat művelünk, mert katasztrofisták vagyunk és halálmadarak. Én ezt nem így látom. Úgyhogy alapvetően, ha az életszeretetet meg tudjuk élni, és azt tudjuk továbbadni egymás közt, akkor ez egy
sok tekintetben előrevívő út. Én így hiszem. Talán egy mondat még, hogy, ugye létezik egy másik stratégia a környezetben, ez a lőd le a hírhozót. És hogy ezzel elég gyakran lehet szembesülni. Én magam még olyan nagyon nem szembesültem ezzel, de látom ezeket a beszélgetéseket, ahol ott Balázs küzd a értetlenséggel, meg az ellenállással, meg a greenwashinggal, meg egyebekkel. Tehát, hogy, ez egy nehéz pozíció, azt hiszem. Én mégis arra futtatnám ki, hogy, remélem, hogy, hallatszódott az is, hogy itt azért, szelítségről, meg derűről, meg lelki békéről, meg hasonlókról is beszéltem. Tehát, hogy, én alapvetően egy pessimista karakter vagyok. Tehát nekem ez nagyon testre szabott, ez a, Deep Adaptation történet. Ezt tudom magamról. Meg sznob is vagyok, ha egy a Bori kérdésére válaszoljak, tehát hogy szeretek képtárakba járni, meg, szeretek koncertekre járni. És ez egy nagy dilemma, hogy, mennyire konform ez azzal, amit egyébként gondolok arról, hogy, szabad-e ezt csinálnom. Tehát annyi haszna biztosan van minimálisan ennek a találkozásnak, a mély alkalmazkodással, hogy egy csomó dologban szembesítöm magammal. Egy csomó kényelmetlen és kínos kérdést tesz föl a saját működésemről. És ha már csak ennyit kaptam volna tőle, az már elegendő lenne, hogy végig gondoljam a saját életemet ilyen szemmel. És én azt gondolom, hogy, ahhoz hozzásegíteni embereket, hogy, derűsen, megbékélve és az életre igent mondva éljék a maradék életüket, az egy elég nemes feladat. Ez nem, hiszem, hogy, painted black, tehát hogy nem, gondolnám, hogy feketére festünk valamit, ami nem fekete. Bár én nem vagyok a szószólója a közösségnek, csak egy meghívott előadó, de én azt gondolom, hogy, ezt az aspektusát ne felejtsük el, hogy, legalábbis amennyire ismerem a Bendel írásait, az, elsősorban nem a fizikai felkészülésről szól, hanem egy lelki átalakulásról, egy, megérésről arra, hogy a valósággal találkozzunk. Egy feltehetőleg bekövetkező valósággal, hogy az előző kérdésre is reflektáljak, amit inkább csak valószínűnek gondolunk, mint sem bizonyosnak. Még egy fél mondatot, ha szabad, akkor, tehát akkor az a, végkövetkeztetés arra, amit kérdeztem, hogy ébresszük fel a mellettünk ülőt, és legalább kártyázzunk, ameddig lezuhan a gép, mert az legalább értelmesebb, mint hogyha alszunk. Eszembe jut már, nagyon örülök, hogy Zsolt egyébként traktált titeket filmekkel, mert egyik jobb volt, mint a másik. Van, aki tudja, hogy én mindent elfelejtek, de bizonyos dolgok beragadnak a fejemben. És van egy, hát nem is tudom, mi volt a magyar címe, de Grey, tehát szürke, az volt a címe, az eredeti angol címe, és Liam Neesonnek volt egy, nem tudom mennyire jól sikerült, vagy, népszerű filmje. Egy Alaszkában egy kőolajfúró társaságnál volt egy vadász, és az volt a dolga, hogy a népek ott dolgoztak a kuton, ő megfelelő távolságban feküdt, és csak nézett, és ha kiszúrta a farkasokat, hogy éppen csemegéznének ott a, dolgos munkásokból, akkor kilőtte őket. És akkor kiderült, hogy az ember depressziós, az is, hogy miért, mert meghalt egyébként ugye, nem tudom, könnyére tudja, életben is meghalt a felesége. Tehát meghalt a felesége, ott éppen öngyilkosságon gondolkodott, amikor egy ilyen turnusváltás volt, és elindultak hazafelé, vagy Anchorage-be vitték őket a cég kisgépével, és lezuhannak. Nagyon sokan meghalnak, egy páran életben maradnak, és akkor ott elindulnak valamerre, és szépen elfogynak ő utoljára, megküzd a, farkas falka vezére. Ennyit a spoilerről. Egy dolog miatt maradt meg bennem ez a film, és örülök is, hogy ezt nem felejtettem el, és remélem nem is fogom. Amikor lezuhan a gép, ő egy picit megüti magát, de nem lesz komolyabb baja.
Viszont van valaki, aki olyan súros sérüléseket szenved, hogy gyakorlatilag ott a helyben elvérzik. És abban a pánik állapotban van, sokkos állapotban, ahogy üvöltözik, hogy mi van velem, mi történt, nem érzem a lábamat, mi történik, és akkor jönnek a többiek, úgy, ahogy azt szokták, és akkor már is beszéltünk a civilizációról is. Semmi gond, nyugodj meg, minden rendben lesz. Tehát az embernek a fele hiányzott. Pánikszerűen üvöltött, és az emberek nyugtatták. Hősünk odalépett, megmarkolta a vállát, azt mondta, nézz rám, nézz a szemembe, most meg fogsz halni. És az ember elhallgatott, látszott az arcán a teljes nyugalom, kisimult, és meghalt. És ez egy óriási üzenet volt számomra, hogy konfrontálni kell az embereket, pedig nem szoktam mondani, hogy kell, de konfrontálni kell adott esetben a valósággal, mert csak azon az alapon mondhatnak valós dolgokat, és hozhatnak őszinte döntéseket. Bármi, tehát én mindig elmondom, hogy a szarok bele szól a zene, az ugyanúgy lehet egy hiteles döntés, ha nem illúzión alapul. Nagyon köszönöm az előadást, szerettem volna így az elején elmondani, egy teljesen új kontextusba helyezted ezt a sztorit, én ideológiának nevezem a díját. Lesz mivel megbékelem, nagyon erősen gondolkozom, mit kérdezzek, mert annyira arcon ütött, amit ide hoztál, annyira elgondolkodtatott, hogy ezt mondom, emésztenem kell egy ideig. Remélem nem sértésnek veszed, de azzal kell most megbirkóznom, hogy relatíve szenvedélybeteg vagyok. Egy alkoholista, és most jött ez a felismerés, és ez iszonyat durva tényleg. Többetek már kérdezte, szép magyarosan mondtam, hogy mit lehet kezdeni a viharokkal. Én tegnap voltam egy pszichológiai előadáson, aminek az volt a címe, hogy belső béke viharos időkben. Ez egy iszonyat jó előadás volt, nagyon jól rendszerezte ezt a témakört, én ezt csak ajánlom mindenkinek. Az, amit hozzá szerettem volna adni az előadás, az nézzetek utána Pál Ferinek egy könyve lesz valószínű. És a kérdésem, csak hogy legyen is, mondtad, hogy régóta alkoholistákkal is foglalkozol, és hogy az eladás közben kifejtetted, hogy jön a fejreesés, és utána jön általában a megvilágosodásnak az első lépése. Nem pont így fogalmaztad. Én azt kérdezném, hogy amikor nem jön a fejreesés, akkor ott van-e ilyen meglátás, hogy mi az, ami okozza a billenést, a váltást, anélkül, hogy jönne a koccanás. Nem tudom, hogy érted, hogy mit akarok kérdezni. Köszönöm szépen a visszajelzést is. Ez egy régi szakmai vita, amit tulajdonképpen most megfogalmaztál. Ez úgy szól, hogy van-e felépülés mélypont nélkül. Van, aki azt mondja, hogy nincsen, van, aki azt mondja, hogy van. Én azt látom, hogy viszonylag ritkán van mélypont nélkül, de nem kizárt. De lehet, hogy az is mélypont, csak nem koppan akkorát. Tehát, hogy mondjak példákat, tehát, hogy mik szoktak mélypontok lenni, elvett jogosítvány, beadott vállókereset, besárgulás, valami komoly baleset, munkahelyvesztés, ilyesmi. Na most van, akinél egy elvett jogosítvány az elég ahhoz, hogy azt mondja, hogy akkor én, nekem ez elég volt. Van, akinél meg mindegyik megvan, és nem józanodik ki soha. Tehát ez az, amit nem tudhatunk. Tehát itt lehet, hogy az analógia nem vihető tovább társadalmi szintre, de egyéni szinten ez így működik, hogy többnyire kell a mélypont, én azt mondom. Egy dolgot biztosan kimerek jelenteni, azt, hogy pusztán intellektuális belátásból én nem látok józanodni embereket. Tehát ahhoz kell valamiféle fájdalom. Mert hogy így vagyunk megkomponálva mi emberek, hogy a fájdalom hatására tudunk változni, a szenvedésnyomás hatására. Én ezt vallom. Nem mindenki ért ebben egyet a szakmában sem, meg nyilván itt sem. Én ezt vállalom, hogy így gondolom. Köszönöm.
Igen, most. Igen. Tulajdonképpen ezzel a példával élek akkor én is így tovább, így az a viszonylatában, hogy akkor most ide jöttem, mint az a gyűlésre, és aztán hazamegyek, és ott megint buli van, és majd azon próbálok kötél táncolni, hogy próbáljak a lehető legkevesebbet inni. Ezt most így gondolnám, de ezt gondolom érthető így mindenkinek, hogy mire gondoltam. Nem? Az alkoholisták buliában visszafogott maradjon ezek után. Értem, igen. Igen, igen, így értettem, és még azt gondolom, hogy az a nagyon nehéz, hogy nagyon sok függőséggel kell megküzdenünk, tehát hogy így az A az egy, és akkor mindenkinek az életében még számtalan síkon vannak megküzdeni valók, és ez nagyon nehéz szerintem. Úgyhogy igazából kérdésem nincs, én is aggódom a gyermekeimért, akik ugyanilyen korúak, mint a tieid. És ugyanakkor pedig meglepően nagyon jó tapasztalatom volt az én anyukámmal, aki 70 éves elmúlt, és szó nélkül eljött velem gombaismereti tábor, és növénygyűjtünk, és minden, szóval, hogy ez viszont egy nagyon-nagyon pozitív megtapasztalás volt, hogy ő, aki már mondhatná azt, hogy mit nekem, mert engem már ez nem érint, és ugyanakkor nagyon nyitott volt a változás, úgyhogy ez csak így pozitív zárásként. Sziasztok! És én is köszönöm szépen az előadást, Vas István vagyok, és nagyon egyetértek szinte mindennel, amit elmondtál az előadás folyamán. Tanultam én is az addikciókról, és önmagamat is tapasztaltam addikciónak nagyon sokféle formáját, és visszatérve te hozzászólásodra nagyjából annyit szeretnék hozzátenni, hogy minden embernek van egy csomó rossz, káros szokása, amit nagyon jól tudjuk, hogy mi az, valószínűleg, de belső vagy külső segítség nélkül nem tudjuk megoldani őket. Tehát én azt tanultam, és ezt javaslom, hogy ismerjük fel a káros szokásainkat, és egyesével faragjuk le őket szépen lassan, és ha már egy megvan, akkor örülhetünk. Hogy holnapig tudod tartani például azt, hogy ne egyél cukrot, vagy ne egyél zsírt, vagy ami éppen rajta, vagy tök mindegy, legyen LSD, vagy tök mindegy mi. Mert ugyanúgy addikcióról beszélünk, ha jól tudom, és hogy ki hogy kompenzálja, ez a lényeg, nem? És hogy most drogos az ember, alkoholista, vagy cukorfüggő, szinte nincs különbség, ha jól értettem. És így, tehát mint egészséges életmód tanácsadó, ennyit tudok javasolni és hozzátenni, hogy szépen lassan ismerjük föl a saját rossz szokásainkat, és egyesével faragjuk le őket, és ha már egyet életmódszerűen tudunk tartani, akkor az már jó. És köszönöm. Valaki? A függőség szempontjából megkülönböztetjük a szárazságot, meg a józanságot, és nekem például nagy segítség lenne. Ugye a száraz az, aki csak nem használ, abszinens, a józan ember pedig véghez viszi a személyiségében is azokat a változtatásokat, amik szükségesek ahhoz, hogy mondjuk egy kiegyensúlyozott és békés életet tudjon élni. Nekem segítség lenne, hogyha mondanál a Deep Adaptation szempontjából konkrét példákat, hogy mit látsz mondjuk a mostani társadalmi és emberi működésből szárazságnak, és mi az, amit meg azt gondolod, hogy ebben a helyzetben a józanságnak feleltethető meg. Ori, ezt még nem gondoltam végig, megmondom őszintén. Tehát ez egy következő feladat lesz, nem akarok erre improvizálni semmi csacskaságot. Ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, és köszönöm. Szó?
annyi észrevételt tennék, hogy itt szerintem keveredtek dolgok, hogy amikor összevetjük az albumin, vagy egyáltalán az alkoholistát és annak a felépülését, és próbáljuk analógiában ráhúzni a civilizációra, akkor az egész civilizációra húzzuk rá, avagy a civilizáció részét alkotó egyénekre. És most nem az előadásodról beszélek, hanem arról, hogy a kérdésekből mi világlott ki. Tehát szerintem az egész civilizáció, aki függőségben van, valószínűleg nehezen fog kijönni ebből a függőségből, ha nem bukik egyet, ugye nem ér a mélypontra, és akkor az az összeomlás, és akkor már egy következő szinten vagyunk. Illetve egy másik reakcióm az egyik kérdésre, hogyha viszont azt próbáljuk elérni, hogy minél kisebb legyen az a mélypont, ahonnan esetleg még van felépülés, akkor viszont érdemes mindenkinek elmondani, hogy ő alkoholista, vagy függőségben van. Mert hogy kevesen látják ezt így át. Tehát, hogyha más értelme nincs ennek az egész Deep Adaptation mozgalomnak, az a tudatosítás, hogy mindenki értse meg, hogy függőségben vagyunk, és lehet egy kisebb szintről is adott esetben visszapattani. Erre van esély, tehát én ezt nem akarom vitatni, ezt az esélyt, bár elég kicsit adok neki én is, de ezért az esélyért érdemes szerintem mindenkit felébreszteni, vagy legalábbis mindenki betudatosítani, hogy alkoholisták vagyunk így nagy közösen. A megjegyzésedet nagyon köszönöm, és lehetőséget ad egy pontosításra, mert azt gondolom, hogy egy kicsit nagyon unalom fogalmaztam, tehát, hogy, azok a megállapítások, amiket tettem, azok elsősorban a, mondjuk így az atlanti civilizációra igazak. Tehát arra a kultúrkörre, ami Amerika, Kanada, Nyugat-Európa és kisebb részben Közép-Európa és Dél-Európa. Tehát, hogy, a világnak az a modernizálódott, iparosodott része, amelyik a, durván a felvilágosodástól napjainkig az egész világnak mondjuk így mintát próbált adni fejlődésben, kultúrában és, termelésben, fogyasztásban, jegyekben. A világ egy, jelentős része az nem része ennek a civilizációnak, viszont én úgy látom, hogy, hogy ez a kultúra mindent megtett azért, hogy az uralma alá gyűrje a fennmaradó részt. És, sajnálatos mondani, egy csomó mindent a tradicionális kultúrák, tehát Kína, India, Dél-Amerika átvettek ebből a világszemléletből, ebből az eszkép ideológiából. Szépen oda is vitték nekik, meg is kínálták őket hosszelidebben, hol erőszakosabban ezzel. Tehát én most azt látom, hogy a nyugat magával fogja rántani a világ maradék részét ebben az összeomlásban, hogyha nagyon szimplán akarok fogalmazni, és nagyon mondjuk így sarkosan. Ha már itt van a közelben, én is ajánlanék egy filmet, ami eszembe jutott a, az egyik mondatodról, a Még egy kört mindenkinek, biztos sokan ismeritek, ami pont arról szól, hogy megpróbálják belőni ezt az optimális alkohol szintet, és hát aztán látszik majd a film további részéből, hogy ez mennyire nem sikerül, sőt. Na, ennyi csak. Köszönöm. Szorult még valakivel valami? Mármint kérdésre gondolok. Igen. Hát akkor zárjuk le gyermeket, de... Nem feltétlen nekem kell lenni a záró gondolatnak, de maradt még bennem valami, igazából egy kérdés is felmerült bennem. Kicsit visszareflektálva a feltett kérdésre is. Alapvetően úgy éreztem, hogy ez egy két fő különbséget tapasztaltam az eddigi beszélgetéseinkben, hogyha egy ilyen ívet kell felrajzolni, és már azt mondtad az előadásodban, hogy, mindenki a szeretcsávot, hogy mondjon megoldást, de hogy nem lesz megoldás. Viszont én mégis a korábbi beszélgetéseinkkel, vitáinkkal szemben úgy éreztem, hogy igenis elhangzottak olyan pozitív gondolatok, például a szomszédnénivel kapcsolatban akár, amik olyan emberközeli példák, amik sokkal jobban hatottak rám, mint a, Brooklyn tágul, úgy állatszuzámmel.
És a másik nagyon fontos dolog, amit nem tudom, hogy tudatosan hagytál el, vagy így a DA mélyebb megértéséhez kapcsolódik, és itt kanyarodnék vissza ahhoz is, hogy mi az, amit ne használjunk, hogyha a gyermekünkkel vagy a szeretteinkkel próbálunk beszélni erről a témakörről. Ez a tibulitok lesz, ez majd titeket fog érinteni témakör, viszont itt szerencsére ez a kérdéskör nem feltétlenül merült föl. Tudatosabb volt számodra az, hogy még kollektívabban téper egyben gondolkodj a közös jövőnkről, és nem emelted ki azt, hogy a jövő generáció erre még jobban érzékeny lesz, vagy még jobban hatással lesz rájuk, vagy ez szimplán a véletlen műve volt, hogy nem félt bele ennek az előadásnak a kereteibe. Köszönöm. Hát azt gondolom, hogy az volt a második díja, hogy a pálcban mindenki benne van. És hogy eltelt közben 7 év, és én azt látom, hogy amiről azt gondoltuk, hogy majd valamikor a távoli jövőben, az sokkal közelebb van, mint amit remélni mertünk. Tehát, hogy ez nem a mai 20 évesek problémája, hanem ugyanúgy a 60-asoké is, én azt gondolom. Tehát, hogy én úgy sejtem, hogy ez még az én életemben láthatóvá fog válni, amit összeomlásnak nevezünk. Én legalábbis egyre nyilvánvalóbb jeleit látom, és ezért ezt az elegáns delegálást ezt kihagytam ebből a mai előadásból, és a továbbiakból is ki fogom hagyni, mert hogy egy csónakban vagyunk, 20-asok és 60-asok is. Köszönjük szépen neked elsősorban a gondolatokat, és hogy ezt megosztottad velünk, meg hát magatoknak is, mert azért mégiscsak végigültük ezt a 2 órát, bár talán egy kicsit most több levegő jutott nekünk, mint legutóbb. Igyekszem, és azon vagyunk, hogy ez a fantasztikus ív, ami eddig nagyon jól szárnyal, mert azt hiszem Katával rendesen megalapoztuk a múltkor, és most Zsolt folytatta is ezt a, hát reméljük nem szenek a görbét, de egy mindenképpen felívelő ívről van itt szó. Ezt szeretnénk folytatni legközelebb is. Egy érdekes váltással, hogy nem mindig az elvont dolgokról legyen szó, mert hát az ember már csak olyan állatfajta, hogy nagyon sok gyakorlati dilemmája is van. Úgyhogy én rákérdeztem még egyszer, és ha jó Isten is velünk van, és minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, akkor 2 hét múlva Sípos Mihály, a Fenntartható Visszafejlődés és a Tanya Egyetem alapítója lesz a vendégünk, aki egy egészen elképesztő megközelítést fog behozni. Alapvetően az élelmiszer önellátás lesz a témája, ami kulcsfontosságú. Azzal együtt is, hogy Zsolt is elmondta, én is hangsúlyozom, ahol tudom, hogy alapvetően a mély alkalmazkodás nem a külső felkészülésről szól. Sőt, azt is szoktam mondani, hogy ha a prepperekkel vetnek össze minket, akkor ugye egy azon érmekét oldaláról van szó. És ezt Mihály is szem előtt tartja, hogy alapvetően bent és szívben és fejben kell rendet csinálni, de tisztában van azzal, hogy hát enni azt kell. Úgyhogy elképesztő gyakorlatorientáltan a saját tapasztalataidból szólva fogja megosztani a gondolatait velünk, úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, azt is, aki itt van, meg azt is, aki néz minket, hogy 2 hét múlva szintén gyertek el, ha kedvetek, időtök engedi. Most pedig hát jön az a része, amit nagyon szeretünk. Én biztatok mindenkit, hogy ha csak nem muszáj, akkor ne siessen el, mert most jön a java. Kérem szépen az erős férfi urakat, hogy helyezzük ki a székeket oldalra, és akkor innentől kezdve ez a terem, illetve az egész előtér a miénk. Algossunk kis beszélgetőköröket, mint a múltkor, ismerkedjük meg egymással, mert hát valahol ez a lényege. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és további szép estét kívánunk mindenkinek.